Kultúrösvény mai adásában elsőként Nevetlen faluba látogatunk, ahol Énekeljünk együtt címmel másodízben szerveztek hagyományőrző magyar népdal találkozót. Ezt követően a kárpátaljai Rákóczi emlékhelyeket kutatjuk Csatári György és Kéz Barnabás történészekkel. Innen Viskre utazunk, ahol részt veszünk a Csóri Sándor alapprogramjának köszönhetően működő folkműhely népzeneoktató foglalkozásán. Ezt követően Kovács Sándorral, a borzsavári népi zenekar vezetőjével beszélgetünk az együttes fennállásának 10. évfordulója alkalmából. Tartsanak velünk! Kárpátalján, a nagyszőlősi járási Nevetlen faluban Énekeljünk együtt címmel másodízben szerveztek hagyományőrző magyar népdal találkozót. A szervezők célja az volt, hogy megismertessék a különböző régiók népdal kincsét és megszerettessék az éneklést elsősorban a fiatalokkal. Az Árvácska énekegyüttest 3 tiszaháti község, Haklihegy, Batár és Nevetlen falu fiataljai alkotják. A csapattagjai lázasan készülnek a találkozóra. Nagyon örülünk, hogy ebbe a csapatba lehetünk. A csapat is nagyon örül, mikor Szilvi néni viccelődik velünk, játszanak velünk, énekelünk rengeteget. Életemnek a legszebbik korára. Az említett Szilvi néni az együttes felkészítő tanára, aki tiszta forrásból származó magyar népdalokkal ismerteti meg a gyerekeket. Ilyen a Fekete tyúk kezdetű helyi népdal, amely a csapat kedvence. Fekete tyúk szenegeti a meget, de semmire való legény szeretet, mit bánom én, ha semmire való is, semmire való vagyok én magam is. Tudják azt elsősorban, hogy ők magyarok. Tudják azt, hogy milyenek a magyar népi hagyományok. Minden népdalt, néptáncot, népegyüttest, ami ezzel kapcsolatos a hagyományokat szeretném átadni nekik, hogy tudják, hogy korábban az emberek hogy éltek. Szerencsefa árnyékába hajlottam. Ezzel az elképzeléssel indította el a múlt évben rendkívül sikeres hagyományőrző magyar népdal találkozót a rendezvény ötletgazdája. Sikerült a zovisokat, a sulisokat, tehát a fiatalokat rászedni erre, hogy ezt próbálják meg ők is, hiszen van egy nyugdíjas klubunk, van egy népdalkörünk, és akkor ezt a hagyományainkat, a szokásainkat szerettük volna átadni. Ezzel a fiatalokat is egy kicsit magyarságtudatra nevelni, és megismertetni velük a szokásainkat, hagyományainkat. A találkozót a legkisebbek előadása nyitotta meg. Az Aklihegyi első osztályosok gyermekjátékokat adtak elő. Őket több ifjúsági csoport követett, természetesen az Árvácskák is. Mert én olyan büszke leány vagyok, sehogy a tükör elé való vagyok. A helyieken kívül többen érkeztek más magyar nyelvterületről. Az erdélyi vígemőke széki népdalokkal kápráztatta el a közönséget. Mi az iskolákban is nagyon megőrizzük a hagyományokat, ott tanulunk népdalokat, táncoktatás is folyik a faluban, és én fontosnak látom, hogy ezeket megőrizzük, és tovább adják a generációk egymásnak. Az anyaországból, Törökszentmiklósról érkezett énekkar tudatosan a külhoni magyar népdalkincsből állította össze repertoárját. Fontosnak tartották azt, hogy jelenlétükkel erősítsék a nemzeti egységérzését a nehéz időket átélő kárpátaljai testvéreikben. Mindenkinek joga van ott élni, ahol született, ahol a nagyszülei, illetve adott esetben megelőző generációk akár 1000 éve ott élnek, és ők nem változtattak hazát, helyet, csak a történelem vihara alakította így ezt az egész környezetet, és miután szükségszerűen joguk van itt élni, ahhoz, hogy itt éljenek, ahhoz feltétlenül szükség az, hogy a saját nyelvükön tudjanak beszélni, tanulni és muzsikálni. Kettőnk lépett utána, sáros lett a bazsamári fehér alsó szoknyája. A Nevetlen faluiak ezt már rég megértették. A rendszerváltás után 1986-ban Aranykalász néven itt alakult meg az első magyar népdalkör Kárpátalján, amelyet újabbak követtek. Hogy azok a hagyományok ne vesszenek el, meg azok a régi szép népdalok,
Mi határoztuk azt el, hogy a gyerekeket kell megtanítani, hogy éljen tovább, hogy ők is szeressék meg, és hogy ők is énekeljenek meg, még az unokánk is, ha elérik azt a kort, mint mi. Én azt hiszem, hogy jó úton járunk. Ezt jelzi az is, hogy 14 csapat és szóló énekes jött el a találkozóra. Ez egy nemzetközi, én ütte ki magát, de ez egy nemzeti, mert egy nemzetet tart össze, úgymond, ide határok vagy oda határok. Mindenképp nagyon sokat jelent közösségünknek, és nem csak a mi közösségünknek, hanem a testvér településeink közösségének, mert feltöltődve tudnak hazamenni innen, mindig mondják. A szellemi értékek mellett a Bethlen Gábor alapjóvoltából minden résztvevő ajándékban részesült. Egy magánszemély felajánlásából a helyi iskola pedig egy villanyorgonával gazdagodott. Vidékünk történelme szorosan összefügg II. Rákóczi Ferenc nevével. A szabadságharc történelmi helyszíneink Kárpátalja szerte megtalálhatóak a Rákóczi kultuszhoz köthető emlékhelyek. Hamarosan ezeket kutatjuk fel. Magyarország országgyűlése a 2019-es esztendőt Rákóczi emlékévé nyilvánította. Ennek kapcsán Kárpátalján is kiemelt figyelmet fordítanak a nagyságos fejedelemhez és a szabadságharchoz kötődő történelmi helyek bemutatására. A történészek, kutatók, előadások, konferenciák keretében méltatják Rákóczi jelentőségét a magyar történelemben. A vidéken a fejedelem a mai napig rendkívüli tiszteletnek örvend a magyar és ruszin lakosság körében egyaránt. A kárpátaljai Rákóczi kultusz 2013-ban felkerült a külhoni értéktár nemzeti értékeinek listájára is. A szabadságharc korának kutatása már évtizedekkel ezelőtt elkezdődött Kárpátalján. Azóta számos kiadvány jelent meg a témában. Ki kell hangsúlyozni, hogy Váradi Stenberg János volt az, az 1980-as, 90-es évek elejéig, aki kezébe vette a magyar kutatásokat, és számos diákot nevelt ki tanárnak, kutatónak. Hát többek között én is köztük voltam, és mindig is szerettem a nagy magyar történelmi személyiségeket, olvasgattam róla, ha lehetőségem volt, és nekem Váradi Stenberg János ajánlotta, hogy levéltárosként foglalkozok a Rákóczi szabadságharccal. A Rákóczi kutatásunknak az egyik büszkesége, hogy Zrínyi Ilona leveleit is meg tudtuk jelentetni. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Magyar Tudományos Akadémiának a támogatásával három nyelven, magyarul, ukránul és angolul. A bevezető tanulmány ugye három nyelven áll rendelkezésre, és hozzáadtuk még a maguknak az eredeti leveleknek a fotóját is a digitális formában. Kárpátalja történelme szorosan összefügg II. Rákóczi Ferenc nevével. Ezen a vidéken kezdődött zászlóbontásokkal, és itt is ért véget a felkelők utolsó országgyűlésével a magyar történelem leghosszabb szabadságharca. A helyi magyar és ruszin közösség immár három évszázada élénken őrzi a nagyságos fejedelem emlékét. A szabadságharc történelmi helyszínein Kárpátalja szerte megtalálhatóak a Rákóczi kultuszhoz köthető emlékhelyek. A Beregszászi Rákóczi téren vagyunk, ahol Esze Tamás mellszobra is áll. Esze Tamásnak a mellszobra szimbolizálja elsősorban a zászlóbontást. Azt a zászlóbontást, ami a szabadságharcnak az első, nagyon fontos momentuma volt. Beregszászban van az a színhely, ahol nem csak zászlót bontanak, hanem lovas és gyalogos, úgymond hadsereget formálnak meg.
Tiszaújlakhoz kötődik a szabadságharc első győztes csatája, amelyben hősiesen harcoltak magyar és ruszin felkelők egyaránt. Helyszínén ma turulszobor emlékeztet a több mint 300 évvel ezelőtti ütközetre. Miután Esze Tamásék kibontották a Rákóczitól kapott zászlókat, nem sokára a fejedelem is hazatért. Hamarosan csatlakozott néhány száz lovasával Bercsényi Miklós is Rákóczihoz, és a Latorca völgyén keresztül levonultak az Alföldre, és itt Tiszaújlak határában zajlott 1703. július 14-én, 15-én az első győztes ütközet. A Munkácsi vár a Rákóczi család egyik jelképe. Az erődítményt soha senki nem tudta rohammal bevenni. A szabadságharc idején is kulcsfontosságú szerepet játszott. Ez volt az első vár, amit megegyezéssel került II. Rákóczi Ferencnek a kezében 1703. februárjában, és ez volt az utolsó vár, amit átadtak a kurucok 1711-ben. Az egykori Ugocsa vármegyében található Salánkon zajlott a szabadságharc utolsó országgyűlése, ahol több emlékmű is hirdeti Rákóczi nagyságát. Rákóczi itt gyűjtötte össze megmaradt tanácsosait, szenátorait, hogy megtárgyalják, hogy mi a teendő. Folytassák az ellenállást, esetleg mondjanak igent a császáriak békefeltételeire, vagy zárkózzon Rákóczi be a Munkácsi várba, és ott védekezzen az utolsó csepp véréig. Tehát Salánk az utolsó szomorú események helyszíne, és hát a salánkiak emlékeznek erre. Érdemes megemlíteni azokat a Rákóczi mondákat is, amelyek Kárpátalja településeihez kapcsolódnak. Ilyen a Salánki hegyekben található kőlenyomat legendája is, amely a helyiek szerint a fejedelem lovának patkónyomait őrzi. A monda szerint Rákóczi itt lovagolt, amikor üldözőbe vette egy osztrák császári dragonyos csapat, már-már beérték a fejedelmet, amikor gondolt egyet, bevágtatott a faluba, és a helyi kovácssal fordítva rakatta fel a patkókat lova lábára, így megtévesztette az üldözőit, akik a másik irányba lovagoltak tova. A Rákóczi emlékév egyik fontos feladata Kárpátalján, hogy felhívja a figyelmet II. Rákóczi Ferenc nagyságára és a szabadságharc jelentőségére. A történelmi értékek megismerése és továbbadása az egyik alappillére a helyi magyarság megmaradásának. A Felső-Tisza-vidéki Visken a 2017-ben útjára indult Csóri Sándor alapprogramjának köszönhetően működő folkműhelyben rendszeres népzeneoktatás kezdődött. Nem sokára ide látogatunk. Jó, vagy a mellettünk lévő itt valaki? Oké? Okay. Jó, ilyenkor sem jól lehet lesni. Három, én is. Népzenétől visszhangoztak a folkműhely termei a Felső-Tisza vidéki Visken. A 2017-ben útjára indult Csóri Sándor alapprogramjának köszönhetően a településen működő műhelyben rendszeres népzeneoktatás kezdődött. A tanulni vágyó nebulók a népi hegedű, brácsa, nagybőgő, harmónika, pásztorfúrója, valamint citera között választhatnak, de a népi ének tanulás is része a képzésnek. A helyi tanárok munkáját magyarországi népzeneoktatók segítik. Így volt ez legutóbb is, hiszen a Tarsoly zenekar tagjai már negyedik alkalommal tértek vissza Viskre, hogy mentorálják a műhelyben zajló oktató munkát. A gyerekek rettenetesen jók, nagyon-nagyon sokan vannak, tehát egyébként én, aki úgymond otthon is ebben mozgok, azért meglepő volt az első alkalom akkor, hogy vár engem itt 25-30 hegedűs. És ez nagyon jó, mert hát hál' Istennek van mivel dolgozni, van kivel foglalkozni. És nagyon különböző szinteken vannak, viszont ugye amellett, hogy közös órákat is tartok nekik, ugye néha kamaráztatjuk őket, olyan dolgokat tudunk velük véghez vinni, ami még kicsit talán szintjük fölött van, tehát azért még nem egy zenekar ők, de annyira jól reagálnak egy ilyen kamarás összejátszásra, akár csak most 6-8 hegedűsről beszélek, még nem is brácsa bőgőről, hogy nagyon nagy potenciál van bennük. Tehát, hogy rettenetesen ügyesek lesznek, meg vannak a húzó emberek, meg vannak a háttéremberek, ez kell végül is egy jó zenekarnak, ami nagyon jó úton van.
Még egyszer, idáig. A műhelyben pásztorfúróját oktató tanár, mint ahogy Prímás zenésztársa is, a Viskről elszármazott Pál család növendékeinek generációjához tartozik, így minden alkalommal nagy lelkesedéssel vállalja a zenetanítást. Mindig nagyon különleges érzés idejönni, ugyanis én gyerekkoromban Pál Lajostól kezdtem el zenét tanulni, és a 90-es évek végétől Tiszapéterfalvára jártam minden évben a népzenei táborban, és rengeteg ismerős barátságot kötöttünk, és nagyon érdekes, hogy most így majdnem 20 év után nem tanulni jövünk ki, hanem tanítani jövünk ki, és ez az érzés szerintem a legfontosabb, hogy ebben a közegben, ahol én annyi mindent tanultam gyerekként, most én adhatom vissza ezt a tudást. A program koordinátorának elmondása szerint azon kívül, hogy a gyerekek megtanulnak játszani valamilyen népi hangszeren, nagy közösségformáló és közösségmegtartó ereje is van a folk műhelynek. Ennek a programnak a lényege az, hogy közösséget teremt, közösséget tart fenn, hiszen ezek a gyerekek máskor is összejárnak, együtt zenélnek, együtt táncolnak, mindenképpen hagyomány őrzéssel is foglalkozik, hiszen olyan anyagot adunk nekik tovább, ami a gyökereinkhez tartozik. Igyekszünk olyan gyerekeket is bevonni a programba, akiknek amúgy nem lenne lehetőségük akár zeneiskolába is beiratkozni, vagy hangszert vásárolni, hiszen ez a program biztosítja a hangszert is, az oktatókat is, tényleg annyi a dolguk, hogy jöjjenek és tanuljanak. A második osztályos Patrik a nyári népzenei tábor óta hegedül. Teszi mindezt annak ellenére, hogy a szülei teljesen más elfoglaltságot szántak neki. Ő viszont nem hagyta magát, és kitartott azon elhatározása mellett, hogy hegedülni fog. Anya akart focira, apu táncra, én meg hegedőre, és amikor megnéztem az Edwin Márton videóát, akkor én is hegedűs szerettem volna lenni. És anyunak már megettem az agyát, hogy írassam be hegedűre. És így most már hegedülök. Az egésznapos zenetanulást kézműveskedéssel egybekötött táncház követte, ahova több szülő is úgy érezte, hogy fontos elhozni a óvodáskorú gyermekét is, hiszen a hagyományokra való nevelést nem lehet elég korán elkezdeni. Nagyon jól éreztük magunkat itt a hagyományőrző esten. Nagyon fontosnak tartom, hogy már ilyen kiskorban elkezdjük a hagyományokkal megismertetni a gyerekeket. A magyar hagyományokkal, ő ukrán óvodába jár, és ezért még fontosabbnak tartom, hogy ezeket már ilyen kiskorban, már csirájában elkezdjük beléoltani a gyerekekben. A táncházban a Tarsó zenekar tagjai, valamint a Viski Fricskák húzták a talpalávalót, ahova a bátrabb diákok is beálltak zenélni. Később a Szivárvány táncegyüttes tagjai is csatlakoztak hozzájuk, így az est további részében az önfelett örömzenélés és tánc vette át a főszerepet. A folkműhely multidéző mulatságán mindenki megtapasztalhatta a zene közösség formáló erejét. Hamarosan Kovács Sándorral, a Borzsavári Népi Zenekar vezetőjével beszélgetünk az együttes fennállásának 10. évfordulója alkalmából. Köszöntöm a TV 21 Ungvár nézőit. Stúdiónk mai vendége Kovács Sándor, a Borzsavári Népi Zenekar vezetője. Mivel régi kollégák vagyunk, nézők engedelmével tegeződjünk. Szerbusz Sándor. Szerbusz, köszöntöm én is a nézőket. Az együttes idén ünnepli megalakulásának 10. évfordulóját. Ez jó alkalom a visszatekintésre, az értékelésre. Mi az, amit sikerült megvalósítani? Hát ez nagyon frappáns és konkrét kérdés, mert
nem a cél a lényeg, hanem hogy mi hová jutottunk el. Én azt tudom elmondani, amikor most jöttem idefele be a stúdióba, hogy mindenképpen megvan az első mérföldkövünk. Tehát megtettünk olyan lépéseket, amelyeknek van gyümölcse. Ami esetleg, ami inspirál, az ebben az elmúlt 10 évben, az, hogy láttam a gyermekeimet felnőni. Én nagyon sok csillogó szemeket láttam. Nagyon sokszor láttam őket fáradtnak lenni, és jól esett oda menni hozzájuk, és azt mondani, hogy jó, engedjük el, és menjünk egy kicsit oldalra. Ha innen végig gondolom az egészet, akkor nagyon hálás vagyok azért, amiért itt ülök ma, amiért el tudhatom azt mondani, hogy az első 10 év az most már lassan a hátunk mögött van. Már elmondhatjuk azt, hogy Kárpátalján is van népzene, néptánc, aktív élet. És ennek mi is a részesei vagyunk, és még sokan mások. És természetesen ehhez is kellett egy olyan zárójelben külső segítség, ami végül is nem külső, csak Magyarországról jövő részben. Kellett egy támogatás, kellettek olyan emberek, mint a Pál család, a Pál családnak minden általunk ismert generációja, Katinéniék, a Pistiék, az Eszter, és az őket körülvevő professzionális zenészek, hogy Kárpátalján meginduljon ez a folyamat. Amit én annak idején azt gondoltam, hogy na itt ezt újra kell gondolni, és egy másikat kell tovább folytatni. És van mire visszaemlékezni. Egy csomó gyümölcse van ennek az egész 10 évnek. A borzsavári zenekar aktív résztvevője a Kárpátalján elindult táncházmozgalomnak, és a nemrégiben egy éve alakult Kárpátalja táncegyüttesnek a kísérő zenekara. Még ezen kívül milyen projektekben vesztek részt? A Böszörményi Gergő által szervezett református zenei fesztivál, aminek már lassan elmondhatjuk, hogy visszajáró vendégei vagyunk. November 17-én fogunk fellépni a Református Zenei Fesztiválnak a gála műsorán, ahol egyébként ennek a fesztiválnak az egyik célja az, hogy adományokat gyűjtenek Kárpátalja részére. A jubileumi koncertetek előadásotok címe az, hogy maradok. Ezzel gondolom üzenni szerettetek volna a kárpátaljai magyarságnak. Nagyon érdekes, hogy hogyan csapódnak le ezek a dolgok. Valakit inspirál, valakit megszégyenít egy picikét, valakit elgondolkodtat, de nem csak ezért hoztuk létre ezt a műsort, hanem hogy mi magunkat is inspiráljuk egy kicsit, hogy okkal születtünk ide, és nekünk itt van feladatunk erősíteni a gyengéket, és hazacsalogatni azokat, akik vágynak haza. Egyszer egy interjúban azt mondtad, hogy te 10 évre tervezel, hogy egy zenész, művész 10 évre tervez. Hát akkor a következő 10 évre mit tervez a borzsavári és személy szerint Kovács Sándor? A terv már megvan, mert nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy mit kellene tenni a 10. évfordulónkra, amire úgy 10 év múlva emlékszünk, hogy na ez akkor jöhetett létre. És idén májusban sikerült a bejegyzése a borzsavári tehetséggondozó művészeti és hagyományőrző szervezetnek, és ez egy hatalmas öröm a számomra. Azért, mert azzal tisztában vagyok, hogy a borzsavári népi zenekar az nem biztos, hogy az 50. jubileumát meg fogja úgy élni, ahogy most van.
Azért, mert az idők változnak, a gyerekek felnőnek, kirepülnek, és ott fogok állni magam. És mikor körülbelül öt éve úgy elterveztem, hogy valamit kéne hagyni a fiataloknak is, valamilyen munkát, vagy valamilyen kihívást, akkor ez jutott eszembe, hogy egy ilyen szervezetet alakítani, és felkarolni elsősorban a mezőváriban élő legalább 300 fiatalt, és azokat az értékeket, amik bennük vannak, és ez legyen akár népzene, akár klasszikus zene, akár képzőművészet, vagy bármilyen tehetség, akkor azt legyen hol kamatoztatni, és azért imádkozunk, hogy a jövőben legyen akik ezt felvállalják, és tovább tudják majd vinni. Köszönöm a beszélgetést, további eredményes munkát kívánok. Nézőinknek pedig megköszönöm, hogy velünk tartottak. További szép napot kívánok. Viszontlátásra!